nincsen sem az atomenergiához, sem a fegyveres biztonsági őrséghez. E tekintetben a Jobbik nem tud más tenni, mint abban az esetben, ha a szavazásra kerül a sor, akkor nem vesz részt a szavazásban. Egyben engedjék meg, hogy kifejezzem őszinte sajnálatomat, illetőleg elkeseredésünket abban a tekintetben, hogy egy egyébként rendkívül fontos és támogatható törvényjavaslat végszavazását ilyen értelemben ellehetetlenítik, és egy nagyon nehéz helyzetben hozzák az összes ellenzéki frakciót. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, képviselő úr. Józsa István képviselő úr következik. Parancsoljon, képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt képviselőtársaim, amit önök itt most művelnek, az nem csak házszabálysértő, nem csak koherenciazavaros, hanem veszélyes. Veszélyes, ugyanis aláássák a magyar lakosság nukleáris biztonságba vetett bizalmát, hitét. Ha valaminek atombiztosnak kell lenni, akkor az maga az atomtörvény, mert egyszerre szolgálja a nukleáris biztonságot, egyszerre szolgálja az energiaellátás biztonságát, és egyszerre szolgálja a lakosság bizalmát. Ezt kockáztatják most önök. Nem szabad ilyet csinálni. Fukushima után, amikor minden szem aggodalommal tekint a nukleáris energiára, akkor önök ezzel a magatartással ezt a bizalmat kockáztatják. Ezt önök nem tehetik meg. Gondolkodjanak kicsit felelősebben. 3 héttel ezelőtt Szijjártó Péter javadalmazása mellé hozták be a kötelező átvételi rendszer módosításának egyes szabályait. Ebbe a törvénybe, aminek csak az atomenergiáról szabadna szólnia, újra behozzák a kötelező átvételi tarifa helyett elképzelt javaslataikat, azzal, hogy mindent a miniszter kezébe raknak. A saját határideiket nem tartják be. Július 1-jéről, amit 3 héttel ezelőtt behoztak, most október 1-jére módosítják. Hogyan gondolják, hogy ez működni fog? Ebbe a koherencia zavaros előterjesztésbe az szerepel a 3-as ajánlási pontban, a 8-as, 9-es, 10-es, 11-es, 12-es pontban, hogy hatályát veszti a gázellátási törvény 31, 123, 141, 133, 140/C paragrafusa. Ezt önök most veszik észre, 3 héttel azután, hogy elfogadtatták, végigverték a házon a törvényt. Nem gondolnak arra, hogy így nem lehet szabályozni? Így energetikával nem szabad foglalkozni? Gondoljanak arra, akiket ez érint. Itt 1000 milliárd vagyon működik. A magyar villamos energiatermelés, távhőtermelés legkorszerűbb kapacitásával játszanak szó szerint. Hagyják ezt abba. Válasszák szét, amit kell, és ahogy a házszabály előírja, a gazdasági bizottság első helyen kijelölt bizottság az atomtörvénybe, ezt az előterjesztést, noha ma délelőtt volt bizottsági ülés, nem tudta tárgyalni, mert még el se fogadta az alkotmányügyi bizottság. Kapkodnak, olyasmivel kapkodnak, amivel nem lenne szabad. Nagyon kérem az előterjesztőket, nagyon kérem a frakcióvezető urat, mert Lázár Jánosnak is felelőssége van abba, hogy a magyar lakosság bizalma megmaradjon, nem önök iránt, mert azt régen eljátszották, vagy ha nem, akkor most játsszák el, hanem a nukleáris biztonság iránt. Nem fogadták el az atomtörvénybe a módosító javaslatok között azt az előterjesztésünket, ami arra vonatkozott, hogy a nukleáris biztonság felügyelői, akik az Országos Atomenergia Hivatalba dolgozzanak, legalább olyan anyagi elismerésbe részesüljenek, mint az állami számvevőszék dolgozói. Kérdezem itt önöktől, teltház előtt, ér annyit a nukleáris biztonság, mint amennyit ér az állami számvevés? Én úgy gondolom, hogy igen. Nagyon fontos, hogy az állami számvevőszéktől az országgyűlés pontos, megbízható jelentéseket kapjon. De legalább ennyire fontos, hogy a nukleáris felügyelők úgy végezzék a feladatukat, hogy mindannyian nyugodtan alhassunk.
Ezt önök nem voltak képesek biztosítani. Ami itt előttünk fekszik, az kifejeződése annak, amit önök a fülkeforradalom óta művelnek. Nem szabad így komoly törvényeket alkotni, igazából semmilyen törvény nem lenne szabad alkotni, és nagyon kérem önöket, ne folytassák ezt a gyakorlatot. Mi partnerek vagyunk abba, hogy a lakosság bizalma helyreálljon az atomenergiát illetően. A paksi atomerőmű 2010-ben történetének legjobb esztendejét zárta. Soha nem voltak ilyen jó termelési eredmények, soha nem teljesítettek ennyire jó paramétereket. Ez, amit most művelnek, alkalmas arra, hogy ezt a bizalmat aláássa. Én nagyon óvom önöket attól, hogy ezen az úton tovább járjanak. Fontolják meg a törvénytől függetlenül a nukleáris biztonság területén dolgozók anyagi elismerésének rendezését, és nagyon kérem, hogy állítsák helyre azt a korábbi konzultációs rendszert, amelynek keretébe ilyen slendrián toldozgatásra, foldozgatásra szoruló előterjesztések nem születhettek, mert ideje korán meg tudták tárgyalni a bizottságok, ideje korán meg tudták konzultálni a képviselők. Tehát arra kérem önöket, térjenek észre, a nukleáris energia napjainkban alapvető fontosságú és a figyelem központjában van. Ha azt akarjuk, hogy az energiafüggetlenség megvalósuljon, hogy Magyarország energiabiztonságát a jövőben is úgy tudjuk, hogy számíthatunk az atomenergiára, akkor ezeket az előterjesztéseket, ezt a magatartást mellőzzék. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, képviselő úr. Seirin Gábor képviselő úr következik. Parancsoljon. A vitatott módosítójavaslatban van egy bekezdés, melyből világosan kiderül, hogy mit gondol a kormány a fülkeforradalomban a parlamentarizmusról. Világosan kiderül belőle, hogy a kormány és Felegi Tamás tisztában van vele, hogy önök tisztelt kormánypárti képviselőtársaim semmit nem tudnak arról, hogy mi zajlik éppen most a parlamentben, hogy miről vitázunk. Tisztában van vele, hogy önök ugyanúgy megszavaznák akár azt is, hogyha holnap utántól a kormány az Alkaidára kívánná bízni a paksi atomerőmű őrzését. Ezt ugyanúgy megszavaznák, mert hogy fogalmuk sincsen valójában arról, hogy mit nyújtott be az Alkotmányügyi Bizottság zárószavazás előtti módosítóként ehhez a törvényhez. De hát nem is lehet önöket ezért hibáztatni, esélyük sem volt arra, tisztelt kormánypárti képviselőtársaim, hogy megismerjék ezeknek a módosító javaslatoknak a tartalmát. És hát ezért Felegi Tamás miniszter úr a segítségükre sietett, és hát néhány alapvető jelentőségű parlamenti jogkört át is vett saját magához. Miniszteri rendeletre bízza a következőkben a gázellátással kapcsolatos rendszerhasználati díjak meghatározását, de a díjak meghatározására vonatkozó keretszabályok, valamint a keretszabályok kidolgozásának az általános szabályainak a megalkotását is. Világos a miniszter úr szándéka, hogy felmentse önöket a parlamenti gyakorlat arról. Világosan látszik belőle, hogy önök bohócügyi kategóriába sorolják a parlamentarizmust. De hogyha már így vannak ezzel, akkor az egyik kormánypárti hetilapból hagy idézek önöknek az egyik kormánypárti energetikai szakértőnek a véleményét. Kaderják Péter szerint ugyanis ez a teljesen kaotikus jogalkotási rendszer, amit önök itt a fülkeforradalommal bevezettek, ami bohóc kategóriává nyilvánította a parlamentet. Nos, ez 100 milliárd forintos mértékben veti vissza az energetikai célú beruházásokat. A múlt heti heti válasz energetikai mellékletében fogalmazott így Kaderják Péter, és ez a 100 milliárdos kimaradás egyértelműen a jogalkotás módjára és a jogbizonytalanságra vezethető vissza. Na ez a 100 milliárd forint az, amit önök nem tudnak jogalkotással jogalkotással sem megfizetni, hiába veszik el a parlamenttől azt a jogot, hogy megállapítsa a gázellátással kapcsolatos díjakat és azoknak a részletszabályait. Ezeket a 100 milliárdokat nem tudják jóvá tenni, ugyanis ezek pont amiatt a teljesen kaotikus jogalkotási struktúra és szokás miatt alakul ki, amelyet önök meghonosítottak az elmúlt
néhány hónapban Magyarországon. Azon kívül már nem is kívánom kommentelni, hogy hogyan módosítják teljesen adhok módon, komplexen a teljes vetett, getett, zárószavazás előtti módosító javaslatokkal. Nyilvánvalóan ismerik ezeknek a tartalmát, és majd, hogyha kérdés merül fel a választóik részéről, akkor nyilván részletesen tudnak válaszolni, hiszen tájékozottan fognak majd teljes felelősségük tudatában szavazni ezekről a módosító javaslatokról. Köszönöm szépen, hogy meghallgatta. Köszönöm szépen, képviselő úr. Mivel több felszólaló nem jelentkezett a záróvita szakaszát és a záróvita egészét lezáró, megkérdezem, a kormányképviselőt kíván-e szólni, nem kíván. Tisztelt országgyűlés, most a módosító javaslatokról határozunk. A benyújtott indítványok mindegyikét támogatja az előterjesztő. Az MSZP képviselőcsoportja kérte, hogy az országgyűlés külön döntsön a második, harmadik és negyedik pontokról. Ugyanakkor az ötödik pont elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. A támogatott javaslatokról három részletben döntünk. Először a minősített többséget igénylő indítványról döntünk. Kérdezem önöket, elfogadják-e az Alkotmányügyi Bizottság módosító javaslatát az ötödik pont szerint? Kérem, szavazzanak a minősített többség szabályai szerint a jelenlévők kettőharmadával. Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a módosító javaslatot. Ez már a szavazás? 229, igen, 50 nem, szavazattal tartózkodás nélkül elfogadta. Most az egyszerű többséget igénylő támogatott javaslatok közül az ajánlás első és hatodik pontjairól szavazunk. Kérdezem önöket, elfogadják az Alkotmányügyi Bizottság módosító javaslatait az első és hatodik pontok szerint? Kérem, szavazzanak. Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a módosító javaslatot. -311, igen, 1, nem, szavazattal tartózkodás nélkül elfogadta. Most az MSZP által külön szavazásra kért javaslatokról döntünk. Az ajánlás egymással összefüggő második, harmadik és negyedik pontjaiban az Alkotmányügyi Bizottság az egységes javaslatot, a villamos energiáról szóló törvény, a földgázellátásról szóló törvény és az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló törvény egyes rendelkezésének megváltoztatásával kívánja kiegészíteni. Az előterjesztő támogatja. Kérem, szavazzanak. Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a módosító javaslatot. 235, igen, 52, nem, szavazattal tartózkodás nélkül elfogadta. Most a zárószavazás következik. Az imént elfogadott minősített többséget igénylő módosítást a figyelembe, ez is két részletben történik. Kérdezem a tisztelt országgyűlést. Elfogadja a TPER 3288-as számú törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezését, az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak a jelenlévők kettőharmadával. Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a minősített többséget igénylő rendelkezést 238, igen, 51, nem, szavazattal tartózkodás nélkül elfogadta. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e a TPER 3288-as számú törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak. Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az egyszerű többséget igénylő rendelkezéseket 313, igen, 11, nem, szavazattal tartózkodás nélkül elfogadta. Az előterjesztő indítványozta, hogy az országgyűlés elnök az imént elfogadott törvény sürgős kiirdetését kéri a köztársasági elnöktől. Kérdezem önöket, hozzájárulnak ehhez? Kérem, szavazzanak. Az országgyűlés a sürgős kiirdetési kérelmet 276, igen, 15, nem és 37 tartózkodó szavazattal elfogadta. Soron következik az egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról szóló 2009. évi 61. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Gruber Attila önálló indítványát TPER 3141-es számon a Gazdasági és Informatikai Bizottság ajánlását, pedig TPER 3143/3-as számon kapták készhez képviselőtársaim. Az előterjesztői zárszó már elhangzott.
Most határozathozatalok következnek. Tájékoztatom önöket, hogy az előterjesztő az ajánlás első, második és harmadik pontját támogatja. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja a támogatott módosító javaslatokat. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat. 286 igen, 41 nem, szavazattal tartózkodás nélkül elfogadta. A záró szavazásra a jövő heti ülésünkön kerül sor. Most soron következik az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozatozata. Az előterjesztés TPR 3298-as számon, a Gazdaság és Informatikai Bizottság ajánlásait pedig TPR 3298/5-ös, 8-as és 10-es számon kapták észet. Megkérdezem, Nyitrai Zsolt államtitkár urat kíván-e? Nem kíván válaszolni a vitában elhangzottakra. Az előterjesztői zárszó már elhangzott. Most a határozathozatalok következnek. Az ajánlás első pontja nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást, de a Jobbik kérte a határozathozatalt. Tájékoztatom önöket, hogy az előterjesztő a kiegészítő ajánlás első, második, harmadik és negyedik pontját, valamint a második kiegészítő ajánlás első, második és harmadik pontját támogatják. Arra figyelemmel, ugye a második kiegészítő ajánlás második pontjában szereplő módosító javaslat az önkormányzati törvényt is módosítja. Az indítvány részéről a jelenlévő országgyűlési képviselők 2/3-ának igen szavazatával kell dönteni. A támogatott módosító javaslatokról tehát két részletben szavazunk. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e a második kiegészítő ajánlás második pontjában szereplő indítvány minősített többséget igénylő részét? Kérem, szavazzanak a jelenlévők 2/3-ával. Kimondom a határozatot, az országgyűlés a támogatott módosító javaslat minősített többséget igénylő részét. 243 igen, 89 nem, szavazattal tartózkodás nélkül elfogadta. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e az egyszerű többséget igénylő támogatott módosító javaslatokat? Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat. 316 igen, 2 nem és 9 tartózkodó szavazattal elfogadta. A Jobbik kérésére még egy indítványról döntenünk kell. Az ajánlás első pontjában Bördes Barna és Korondi Miklós a negyedik szakaszban a vízi közlekedési törvény 51. szakasz második bekezdés célpontját módosítják. Ebben további feltételeket terjesztenek elő arra az esetre, amelyhez nem kell hajózási engedély. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. 53 igen, 277 nem, szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. Határozathozatalunk végére értünk, a zárószavazásra a jövő heti ülésünkön kerül sor. Most soron következik a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi 84. törvény módosításáról szóló törvény módosító javaslatainak határozathozatala. Kovács Zoltán, Láng Zsolt és Bartos Mónika fideszes képviselők önálló indítványát TPR 3092-es számon, a Gazdaság és Informatikai Bizottság ajánlásait pedig TPR 3092/3-as és 5-ös számon kapták készet. Megkérdezem, Bartos Mónika képviselő asszony kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra? Nem kíván. Most a határozathozatalok következnek. Az ajánlás első pontja nem felel meg a házszabály rendelkezéseinek, így erről nem döntünk. Tájékoztatom önöket, hogy az előterjesztők a második ajánlás első, második és harmadik pontjait támogatják. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e ezeket? Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat. 328 igen, 1 nem, szavazattal tartózkodás nélkül elfogadta. A zárószavazásra következő ülésünkön kerül sor. Most soron következik az előadó művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi 99. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Elsimon László, Németh Zoltán és Puskás Imre fideszes képviselők önálló indítványát TPR 3358-as számon, az egységes javaslatot pedig TPR 3358/28-as számon kapták készre ez a képviselő. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat érkezett, záróvitára is sor kerül. Kezdeményezem, hogy a benyújtott módosító javaslatokat összevontan tárgyalja meg az országgyűlés. Aki ezzel egyetért, az kérem, kész felemeléssel szavazzon.
Megállapítom, hogy az országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta. Megnyitom a záróvitát a Téper 3358/30-as számoljárás elsőtől 23-ig terjedő pontjaira. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni? Jelentkezőt nem látok, a záróvitát lezárom. Erre nincsen kinek válaszolni. Most a módosító javaslatokról határozunk. Kérdezem önöket, elfogadják-e az előterjesztő módosító javaslatait az elsőtől 23-ig terjedő pontok szerint, amelyeket az Alkotmányügyi Bizottság is támogat. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a módosító javaslatokat 256 igen, 2 nem és 76 tartózkodó szavazattal elfogadta. Most a záró szavazás következik. A határozathozatal előtt megkérdezem, hogy a kormány álláspontját kívánja-e valaki ismertetni. Jelentkezőt nem látok. Kérdezem, a tisztelt országgyűlést elfogadja-e a Téper 3358-as számú törvényjavaslatot az egységes javaslati mint módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés a törvényjavaslatot. 245 igen, 45 nem és 43 tartózkodó szavazattal elfogadta. Az előterjesztők indítványozták, hogy az országgyűlés elnök az imént elfogadott törvény sürgős kihirdetését kéri a köztársasági elnöktől. Kérdezem önöket, hozzájárulnak ehhez. Kérem, szavazzanak! Az országgyűlés a sürgős kihirdetési kérelmet. Igen, 91 nem szavazattal tartózkodás nélkül elfogadta. Most soron következik a sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és a zárószavazása. Bánki Erik, Szalai Ferenc, Csizi Péter, Hatázi Sándor, Fideszes és Sesták Miklós, KDNP-s képviselők önálló indítványát Téper 3376-os számú. Az egységes javaslatot pedig Téper 3376/12-es számon kapták készhez képviselők. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat érkezett, záróvitára is sor kerül. Kezdeményezem, hogy a benyújtott módosító javaslatokat összevontan tárgyalja meg az országgyűlés. Aki ezzel egyetért, kérem készfelelmeléssel szavazom. Megállapítom, hogy az országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta. Megnyitom a záróvitát a Téper 3376/14-es számú ajánlás elsőtől 8-ig terjedő pontjaira. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni? Igen, Szilágyi György képviselő úr a Jobbikból. Parancsoljon, képviselő úr! Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt ház, akár az atomenergiáról szóló törvénynek az előbbi vitáját is folytathatnánk, hiszen ebben a törvénymódosítással kapcsolatban is szerintem felháborító az, amit önök tettek. Hozzá kell tennem az elején, azt a zárószavazás előtti módosítót, amit önök benyújtottak, szakmailag a Jobbik támogatni tudná. Tehát szakmailag nincs gondunk vele, támogatjuk ezt a módosító javaslatot. A problémát abban látjuk, hogy ma önök benyújtottak egy zárószavazás előtti módosítót, ugye Hatházi Sándor nyújtotta ezt be, és a bizottság, a sportbizottság, a sport és turizmus bizottság 12 óra 30 perckor ülésezett. 12 óra 30 percre írtak ki önök egy ülést. Ezen az ülésen, szintén egyébként érdekes módon, a huliganizmus elleni törvényeknek a benyújtott módosító javaslatairól tárgyaltunk, ahol szintén Hatházi Sándor képviselő úr házszabály ellenesen azt sem akarta megengedni, hogy az ellenzék hozzászóljon és véleményezze ezeket a módosító javaslatokat, de ami a legszebb, hogy lement ez a bizottsági ülés, tehát lett volna rá lehetőség, egy szóval nem említették önök, hogy benyújtottak egy zárószavazás és előtti módosítót. Meg lehetett volna tárgyalni esetleg a bizottsági ülésen, szakmailag el lehetett volna mondani az ellenzéknek is a véleményét, mert arról már nem szeretnék most itt különösebben vitát nyújtani, hogy ez mennyire házszabályszerű ez a zárószavazás előtti módosító, hiszen véleményem szerint itt nem koherencia zavarról van szó, hanem olyan lényeges elemeket változtattak meg a törvénybe, amely lényeges elemek, és szerintem megváltoztatják az egész törvény lényegét. Tehát csak olyan apró dolgokat változtattak meg ugye ebben a törvényben, amiről eddig szó sem volt, hogy a látványcsapatsportágok országos sportági szakszövetségei a támogatási igazolást ők fogják kiadni, eddig nem erről volt szó, hogy ők fogják a benyújtott sportfejlesztési programokat elbírálni, sőt, ez az országos szakszövetségek ugye közigazgatási hatósági feladatokat kaptak,
Tehát megkapták ezt a jogkört, hogy közigazgatási hatósági feladatot látnak el, és még szolgáltatási díjat is kapnak ezért. Eddig erről szó sem volt ebben a törvényben az általános vita során, és ugye a részletes vita során sem beszélhettünk erről, mert eddig erről nem volt szó, önök ezt ma nyújtották be, és megint azt mondom, teljesen antidemokratikus ez az eljárás. Egy olyan módosítónál, amit támogatnánk. Miért kell ezt csinálni? Tehát nem értem, hogy egyáltalán miért jó ez önöknek, hogy folyamatosan kizárják az ellenzéket, folyamatosan kizárják abból a szakmai egyeztetésből, amire pedig a parlamentarizmus alapján szükség lenne, és véleményem szerint ez lenne a megfelelő. Tehát én egyszerűen nem tudom felfogni, már csak azért sem, mert azt megszoktuk. Sajnos, hogy megszoktuk ebben az országban, sajnos a választók is már kezdenek egyre jobban beletörődni abba, hogy a választások előtti ígéreteiket például önök nem tartják be. Teljesen más cselekszenek, mint amit ígértek a választóiknak. De azt, hogy a választások után ebben a házban Orbán Viktor azt ígérte mindannyiunknak, amikor a legelső ülés volt, hogy szerénység lesz az önök részéről, együttműködés maximálisan az ellenzékkel, és hogy nem élnek vissza a kétharmados többségükkel. Az elmúlt másfél évben más sem tapasztalunk, mint azt, hogy arrogánsan, teljes mértékben visszaélve a kétharmados többségükkel, figyelembe se veszik, hogyha valakinek más a véleménye, egyszerűen... Köszönöm. Képviselő úr, ez is hozzá, ez a performance hozzátartozik a ön felszólalásához? Ez melyik módosító javaslathoz illeszkedik? Csak összeszedem a gondolataimat, elnök úr. Tudja kell, hogy tűzveszélyes. Tűzoltó. Csak egy szusza... Megkérem Novák előtt képviselőrat, hogy ezt most legyen szíves és vigye ki, mert ez tűzveszélyes, és ehhez tűzoltói engedély szükséges az ülésterembe. Ügyrendben Novák előtt képviselő úr két szót, csak az a problémám képviselő úr, hogy úgy látom, hogy a saját frakciójának képviselője még nem fejezte be a hozzászólást, mert még mindig áll és arra vár, hogy ez a performance befejeződjön. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. A Kossuth tér visszatér, úgy tűnik. Sajnos a házhoz azt gondolom igazán méltatlan az, hogy nem biztosítják a működési feltételeket, de elnök úrnak már átadtam lassan egy éve egy karikás asztort, hogy a nemzettemplomából zsibvásárt csináló kupárokat, ha kell, karikás ostorral kergesse ki az ülésteremből. Az nem állapot, hogy itt a mamelukok miatt, akik nem hajlandók tisztességben hallgatni a hozzászólásokat, egymás szavát nem halljuk. Képviselő úr. A hangosítást biztosítani, miként a csendet is, és szintén kérem, képviselő úr, ha nem hagyja abba, figyelmeztetem, meg fogom öntől vonni a szót, és akkor mára egész napra meg fogom vonni a szót. Képviselő úr, megvonom öntől a szót. Nem állja tőlem, hogy a másik sorban is, a második sorban is elvezessek egy 5 méteres hosszabbítót. Ha nem tudják biztosítani, a Jobbik házbizottságban már tavaly felvetette, hogy a hivatali tulajdonú laptopokhoz nincsen megfelelő mennyiségű akkumulátor biztosítva. Önök folytatják ezt, két percben indokolhatom az ügyrendi javaslatom, elnök úr, tehát legyen szíves biztosítani ezt. Tehát azt kérem, elnök úr, hogy ahogy a tavaly a Jobbik a házbizottságban is kérte, hogyha nincsen megfelelő mennyiségű csere akkumulátor, akkor vagy ne tartsanak hajnalokig nyúlóan az ülések, miként múlt héten is összesen 7 darab képviselő maradt itt az országgyűlésben, mind a 7 jobbikos volt, a levezeti elnököt is belevéve. Tehát akkor oktassanak ki minket, hogyha egyrészt majd nem fogadják el ezeket az embertelen hosszúságú napi rendeket, ahol keresztül nyomnak házszabályellenesen mindenféle képviselő úr, harmadszorra figyelmeztetem, és megvonom mára a szót. Ön olyan eszköz használ ebben az országgyűlésben, amelyikre nincs lehetősége. Úgyhogy képviselő úr, a mai napra önnek már
E vita során szót nem fogok tudni adni, de a következő országgyűlési vezető elnökök sem tudnak önnek a házszabály értelmében a továbbiakban szót adni. És rendkívül felháborítónak tartom, hogy egy ilyen jelenetet rendezett képviselő úr, ami összeegyeztethetetlen a Magyar Országgyűlés házszabályával, nem beszélve arról, hogy veszélyezteti a ház tűzrendészeti biztonságát. Lázár János frakcióvezető úrnak adok szót. Ügyrendi kérdésben parancsoljon. Frakcióvezető úr. Lezártam. Igen, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt országgyűlés, arra szeretném kérni elnök urat, hogy állítsa helyre a rendet a házban.